Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Hallottátok, hogy ezt mondták, szerest fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik ezt meg a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei atyátok. Krisztusban szeretett kedves testvéreim, sokszor egy vallását gyakorló ember sem teszi meg hitét tekintve a tőle telhető legtöbbet, hanem annak egy részét, vagy egy általa kitűzött minimumot tesz csak meg. És ezt a bizonyos minimumot sem mindig annyira örömmel vagy lelkesen teljesíti. Mondván egy-két bűn naponta nem akadály, minden következmény nélkül belefér az ember életébe, hiszen a mai világ felfogása szerint nincs ember bűn nélkül. Ezzel a felfogással ellentétben viszont Jézuson a mai evangéliumban, és egyúttal sok más esetben is, nem ezt az engedékenységet, vagy megalkuvó magatartást láthatjuk. Mai evangéliumban is így fogalmaz, ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei atyátok. Tisztán láthatjuk, nem fér bele a Krisztushoz tartozó ember életébe az, hogy elfordul embertársát meglátva, amikor annak segítségre vagy egy jó szóra van szüksége. Érdemes a mai napon a szenvedő, alázatos Jézusra tekintenünk és tanulnunk tőle. Elárulják, leköpdösik, megverik, megszégyenítik. Ő mindezt elviseli, és imádkozik mindazokért, akik mindezt művelik vele. Mai napon kérjük Istentől a segítséget, hogy ezt a lelkületet őtőle tanuljuk meg életünkre vonatkoztatva. Amen.